Közel 1400 mázsa lignitet kaptak a gyöngyös-araszi rászorulók. Horváth László, országgyűlési képviselő, a Heves megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott közbenjárása, a Mátrai Erőmű ZRT a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1300 mázsa lignitet adományoz a gyöngyös-araszinak. A tüzelő ünnepélyes átadásán Tálai András önkormányzatokért felelős államtitkár elmondta, a kormány célja segíteni azokon az embereken, akik mindennapos megélhetési gondokkal küzdenek. Erre irányul a rezsicsökkentés és a belügyminisztérium szociális tűzifa akciója is, amelynek keretében 1760 önkormányzat 2 milliárd forint értékű tűzifához juthat hozzá. Az eseményen Horváth László egyebek mellett arról beszélt, hogy nem csak lignitet, hanem egyúttal példát is ad a mátrai erőmű, a tüzelő pedig biztosan jó helyre kerül. Az természetes, hogy az évszakok változnak. Természetes, hogy az ősz után eljön a tél, hogy hideg van, fagy van és esik a hó. Az viszont egyáltalán nem természetes, hogy akár egyetlen ember, gyermek vagy felnőtt is vacogva várja a karácsonyt. A kormány megbízott hozzátette, nem csak tüzelővel, hanem munkával is próbálják segíteni a helyieket. Gyöngyös-Araszban is folyik az a politika, ami lehetőséghez akarja juttatni az embereket. Itt nagyon sok a munkanélküli, nagyon sok az olyan ember, döntően roma ember, aki képzettségénél, lehetőségeinél fogva nem igazán tud elhelyezkedni hát rajtuk, és most is beszélgettünk erről, a téli közfoglalkoztatásnak a szerepe, és a téli közfoglalkoztatásnak a lehetősége, az igen sokat segít, és télen, mivel a közfoglalkoztatáshoz képzés is társul, tehát nem a semmibe megy el, mert meg kell mondanunk őszintén, hogy azért a legnagyobb gondunk sok helyen Heves megyében az, hogy a munkanélküliek egy jó része rendkívül alacsonyan képzett, tehát ha jönne úgymond egy befektető, akkor is ez a befektető nem őket keresni elsősorban, mert nincs meg a megfelelő képzettségük. Ezért kapnak megfelelő alapképzettséget és elsősorban mezőgazdasági képzést. Ehhez jönnek az olyan szociális jellegű támogatások, amelyeknek része mondjuk ez a tűzifa program. A képviselőtől a település polgármestere Vernier Lívia kért az ügyben segítséget. A téli tüzelőből a helyi önkormányzat szociális bizottságának határozata alapján 90 rászoruló család kap. Ezt az adományt, amit a Mátrai Erőmű ZRT-től kapott gyöngyös-araszi település, ezt a papíron 1003, valójában közel 1400 mázsa lignitet, tüzelőanyagot, ezt mintegy 90 családnak ítélte oda a szociális bizottság, közel családonként 15 mázsa mennyiségben. Ezt fogjuk mi kiszállítani, gyöngyös-araszi község önkormányzata a saját járműveinkkel a családokhoz. A településen nagy a munkanélküliség, az önkormányzat is megpróbál segíteni a rászorulóknak. Természetesen mi is azon dolgozunk az önkormányzat, hogy próbáljuk őket segíteni valamilyen úton, módon, illetve több mint 200 család részesül lakásfenntartási támogatásba, és arra ösztönözzük ezeket a családokat, hogy amikor az igényeiket beadják, hogy természetben tudjuk nekik juttatni, és nagy részük, több mint 95%-a 200 lakásfenntartási támogatásban részesülőnek tűzifában kapja. A belügyminisztérium által megítélt szociális tűzifából is részesültek 42 köbméterrel, ami 42 család otthonának melegét szolgálja majd.